Tisztelettel köszöntünk mindenkit itt Fábián Sebestyénben, a Künizi Parkban. Az immár harmadik alkalommal megrendezett virálison a Falvakvárosok körzeti vetélkedőjén. Azt gondolom, hogy ilyen rangos és ilyen nagyszámú rendezvénnyel még eddig nem dicsekedhettünk. Örülök annak, hogy minden település elfogadta a meghívásunkat. Itt vannak, csapatokkal készültek, és remélem, hogy nagyon jól is fogják érezni magukat. Úgy gondoltuk, hogy ezt a rendezvényt továbbra is megtartjuk, és alkalmat adunk mindenkinek arra, magunknak is, és mindenki másnak, akik eljöttek hozzánk, hogy tartsuk egy olyan napot, amikor megismerjük egymást településeit, a településen élőket, és nem mindig csak egy falunak vagy egy városnak legyünk a részesei, hanem legyünk egyszer egy ilyen közös élményben részünk, és mutassuk meg másoknak, önmagunknak, környező településeknek, milyen értékeink vannak, milyen lehetőségeink vannak, és milyen nagyszerű emberek élnek ezeken a településeken, akik vállalták, hogy itt ma, ebben az nagyon szép nyári időben tudásukat, mondhatnám, erejüket, ügyességüket összemérik. Természetesen ez a verseny, ez inkább játék, jó szórakozás. Az elmúlt három évben, vagy elmúlt két évben, ugye egyszer már Csengele, az elmúlt évben Pusztaszer, és most az a kérdés, hogy az összetett versenyt mely település fogja megnyerni. Azt hiszem, hogy az elszántság megvan, hajrá, de felkérem Máté Gábor polgármester urat, hogy most már adját hivatalosan a kupát, legalább addig az eredmény hirdetésig, amíg új, vagy esetleg a régi települési vezető meg nem kaphatja. Köszönjük. És kívánom azt mindenkinek, hogy ezért a kupáért küzdjenek meg a csapatok, az egyéni játékokban, versenyszámokban mérjék össze erejüket, ügyességüket, és egy olyan napnak legyünk majd este felé, vagy este a végén, amelyre mindenki nagyon jó szívvel emlékezik, és úgy fogunk távozni, hogy még ide vissza kell jönni, és folytatni kell. Bízom abban, hogy így lesz, érezzék jól magukat, eredményes versenyzést, jó hangulatot, és majd a készülő ételekhez, amit majd a zsűri is le fog bírálni, jó étvágyat, jó szórakozást, szép napot kívánok! Bújni a zsákokba, úgyhogy egyszerre, és legalább el kell ülni a bálát, utána visszahozni. A zsákot is visszahozni természetesen. De ott már ki lehet lépni belőle. Utána aki ott már ki lehet lépni, idehozni. Nehogy vita legyen. A következő a három darab pótkocsit a következő sárgáig eltolni. Elől is legyen valaki, mert előbb is vita volt, és nem szeretném, de most már szigorú leszek, hogy ugyanoda kell visszahozni, magyarul egyenesen menjen a pótkocsi, és egyenesen jöjjön vissza.
ez ugye világos. A következő, ott van a vödör, a vödör fölveszitek a fejetek fölé, elviszitek a fóliáig, és ugyanúgy visszahozat, ugyanoda leteszitek a hordót. Be kell érinteni. A fóliát egyszer meg kell forgatni, egyszer vissza, mind a hatan körbe kerültek a sárgát, legutolsó sárga bóját, és a legutolsó, amikor itt visszaér, miután a pótkocsit ugyanoda visszatolta, anélkül, hogy Ferdén elmenne, tehát kérem kormányozni, akkor telik le az idő. Milyen étel készül most itt a Csongrádi csapatnál? Marhalábszárpörköltet, mint mindig, mert ugye ezt minden ember szereti. Ennek nem tud ellenállni senki. Ki segít ebben a főzésben? Van egy nagyon jó ismerősöm, rokonom, úgymond a sogorom. Ővele szoktunk így elmenni főzőcskézni. Amikor ráér, ha csak teheti, mindig ott van. Most hány emberre főzöl? Most nem tudom, hogy hány emberre főzök, 10 kiló húst főzök. És ahányan leszünk, annyian esszük. Is it home?
just want to get beside. Is it game? Tehát mi készül itt most? Paprikás krumplit készítünk, hagyományos módon. Van-e valami szentesi specialitás benne? Ennek nincs semmi specialitása, csak a kolbász, a szalonna, a krumpli és a egyéb zöldségek. Hát de az biztos, hogy ha a kameránk tudna illatot közvetíteni, akkor ez csodálatos. Reméljük, hogy nagyon finom lesz, amikor elkészül. Milyen finomság készül itt? Marhalábszár. Miért éppen ezt választották? Mindenki szereti. Gratulálunk hozzá. És én ezt szeretem főzni. Van-e valami specialitás, jó, valami titok? Ez a titka. De nem mondjuk el. Füstölt szalonnát szoktunk kisütni, és annak a zsírján van fölrakva. Nem csak azon, de van benne egy száraz vörösbor, vagy másfél-két deci. És akkor így. Többit azt nem mondhatom el, azt titok. Miért ennyire speciálisan pusztaszeri ez? Hát, családi hagyomány. Mi készül itt? Mi sül itt a tárcsán? Tiszai sült halat készítek, ópusztaszeri módra, egész pontosan tükörponty, tiszai karikakeszeg, dévérkeszeg és egy kis fogas. És természetesen egy kis kuriózumként harcsafilét is fogok sütni. Mitől speciálisan ópusztaszeri, ha már ópusztaszeri módra készül? Egyrészt, mert speciális a fűszerkeveréke, ami jelenti azt is, hogy egyben titkos. Úristen, mekkora taré! De mekkorák voltak ezek a kakasok? Darabja 5 kilós volt, úgyhogy van benne 4 darab kakas, talán elég lesz a csapatnak. Van valami specialitás, ami alapján készül? Én hagyományos fűszereket szeretem, főleg azt, hogyha van időm főzni, és ezért bevállaltam azt, hogy a csapatnak főzök egy kakaspörköltet. Különös receptje nincs neki, azt gondolom, a hagyományos fűszerekkel meg lehet úgy bolondítani, hogy remek lesz. Pici apró technikát rakunk bele, mert vadásziasan fogjuk elkészíteni, pici majorannával, pici vörösborral. Akkor mégiscsak van valami különlegessége. Igen, így van, így van. Hát méretes állat. Az, ja, és turos tuszával lesz tálalva. Tömörkény milyen étellel készült? Hú, ott végül is van itt a sastik, tarja, csirkeszomtól kezdve, a sült krumplig, minden az égett a világon. Van-e valamilyen titkos recept, ami alapján készültek? Nincs, ez ilyen hagyományos végül is. Ahogy szoktuk erre a környékbe, végül is ezt tudom mondani. Hát. Miért pont ez a menü, hiszen a legtöbb csapat általában bográcsossal készült? Hát azért, mert a legtöbb csapat bográcsossal készült, és mi más szerettünk volna.
és ezért. Hát erre mi fog kerülni? Görög saláta fog rá kerülni, saslik, meg a minden. A saslikig, az ódalas, akkor csirkecomb. Hogyan készült tömörkény erre a versenyre? Hát tömörkény nagyon készült erre a versenyre, hiszen tavaly olyan csekély létszámmal jöttünk el, hogy majdnem szégyeltük magunkat, és akkor mostan nézzék meg, hogy milyen csapattal jöttünk, fiatalokkal, és úgy indultunk, mint egy családi nap, és nagyon örülünk ennek a meghívásnak, és köszönjük a Fábiáni Kinizsi ZRT-nek ezt a meghívást. Legyen máskor is szerencsénk ezt gyakorolni. Na, milyen különlegessége készült Felgyő? Felgyő természetesen hagyományos magyar kajával készültünk. Girosz süt Felgyő csapata az egyik fogásnak, mivel ezt szeretik az emberek. A másik meg Big Mac Felgyő névem, itt majd természetesen hamburger fogunk sütni, hogy minden a magyar konyha összes remekét elő tudjuk adni. Úgyhogy ezzel készültünk. Esetleg még egy kis palacsinta, ami természetesen magyar kaja lesz. Úgyhogy mi ezzel a félre bográcsot fejlődjünk egy kicsikét. Úgyhogy természetesen mink a modern konyhát támogatjuk. Hogy állt össze a csapat itt Felgyőn? Hát a Felgyő új kiválasztásos módszer állt össze. Te is jössz, meg mindenki akar jönni, meg ameddig a fekete buszba belefértünk, annyi embert hoztunk el, úgyhogy vagyunk bőven. Aki zöld pólóval itt mindenki, nem csak itt Amara, és az mind a miénké. Milyen eredményre számít a település? Természetesen mi mindig győzni szeretnénk, meg győzni is jöttünk, de hanyadikok leszünk, azt nem tudjuk. Az biztos, hogy alkoholfogyasztás a Felgyőnek lesz a legjobb, ez 100%-ig biztos, nem mondom. Pedig gratulálok hozzá! Július 8-a! Hát megint a lényeg a sámándod. Érzem, ebben lesz valami.
and the greater champion of justice. Return with us now to those thrilling days of yesteryear. On the path of the thundering beat of the great horse silver, the Lone Ranger rides again. Milyen hagyományra tekint vissza ez a rendezvény? Ez még csak 3 év, ez a 3. év, de ahogy látom a településeknek az aktivitását, a csapatoknak a lelkesedését, azt hiszem, hogy egyre hosszabb távon kell tervezni ezt a programot, mert akikkel beszélgetek itt nagyon sok mindenkivel, ők mind nagyon örülnek, hogy itt lehetnek, és egy olyan nagy ünnepnek, családi programnak, települési programnak tartják, amely azt hiszem, hogy bennünket arra is kötelez, hogy ezt továbbra is működtessük, többször is megrendezzük, és bízom abban, hogy majd talán ki is fogjuk ezt szélesíteni, mert most már itt van, mondhatnám kivétel nélkül, minden település szentes járással együtt, ami eddig még nem fordult elő, most már mondhatom, hogy az egész választókerület, és én hiszem azt, hogy egy olyan kezdeményezés, ami példaértékű, mert ilyenről nem igen tudok, hogy egy ilyen szűkebb térségi közösség ilyen alkalmakkor össze tud jönni, le tud egymással ülni, beszélgetni, főzni, különböző játékos vetélkedőkben részt venni, ahogy lehet hallani sokszor a csapat tagjai nagyon komolyan szurkolnak, már majdnem óvás is felmerül, tehát részben komoly, de ugyanakkor természetesen ez inkább játékos program. Én azt mondom, hogy szüksége van mindenkinek arra, hogy a települések így megismerhetik még közelebbről egymást. Nem csak a települési vezetők ismerik, hanem most már a lakosok, a csapattagok és olyan barátságok is szövődnek, ami úgy gondolom, hogy fontos, és mindenki számára ez egy úgy mondom értéknövelő. Milyen tétért küzdenek a csapatok? Hát a tét az különböző, minden versenyszámot díjazunk természetesen, és van egy vándorserleg, amely minden évben az a csapat kapja meg, aki a legtöbb pontszámot éri el. Idáig Csengele és Pusztaszer volt most a címvédő, most elhozták a vándorkupát, és nagyon szorongatva adták át, hogy talán szeretnék ők mégis visszavinni, tehát majd látjuk a versenynap végén, hogy ki fogja megnyerni, de úgy látom, hogy egyre nagyobb rangja van. Milyenek az ételek, amiket hoztak a csapatok? Nem ez könnyű dolgunk a döntésben, az biztos, hisz mind látványra is, tehát gyönyörűek a tálalások is, illetve ízvilágában is nagyon-nagyon szoros a helyzet. Tehát itt jó néhány pörköltet is láthatunk, végigkóstoltuk. Egy-egy árnyalatnyi eltérés van az ízekben, illetve nehéz kitalálni, hogy melyik is az, ami a leginkább. Illetve nagyon szépek tényleg a tálalás és a helyi jellegzetességek is megtalálhatók az ételekben. A településeken termelt zöldségek, illetve van
egy-két olyan alapanyag is, ami saját fogású hal, stb. Tehát nem könnyű. Egyébként milyen szempontok alapján döntenek majd? Mindenképp nézzük, illetve értékeljük a tálalásokat, maga az ételnek az állagát, ízét, tehát akár a pörkölteknél, hogy milyen a hús, mennyire van megfőve, illetve a fűszerezésnek az ízharmónia mennyire van kiélezve. Illetve lesz egy-két külön díjunk is. A csapatok nagyon-nagyon szépen készültek, tehát nagyon sok városnál, településnél meg lehet nézni kint a főzés körülményeit, és gyönyörűen föl vannak díszítve az asztalok. Tehát nagy hangsúlyt fektettek rá, hogy minél igényesebb legyen a versenyszám. Úgyhogy ezeket veszük leginkább alapul. Íz, tálalás, illetve az ételeknek a kinézete, mennyire gusztusosan néznek ki. Igen, kérem szépen, úgyhogy azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy az első díj Baksi. Azt gondolom, hogy egyértelmű. Milyenek az ételek, amiket itt a versenyzők felsorakoztattak? Egyrészt csak először mondjuk a vizuálisan látjuk az ételeket. Nekem meglepő az, hogy bocsánat, azt mondom, tábori körülmények között egyrészt a fölszolgálása az egésznek, meg hogyha az ember tényleg most már majdnem, hogy minden ételt kicsit megkóstolt az ember, tényleg fantasztikus szép ételekkel készültek a versenyzők, de mondom, nekem az a meglepő, hogy mégiscsak egy tábori körülmények között. Persze, én mondjuk nem vagyok hozzáértő, tehát minden íz szubjektív, szeretek enni, szeretek inni, tehát az embernek ez is talán egy szerencsés tulajdonsága lehet. És érdekes csak például, van 4-5 féle pörkölt, más településekről jöttek, és komolyan mondom, közel nincs kettő hasonló. Tehát van olyan, ami egészen ilyen, tényleg a nagyapám korabeli pörköltre emlékeztet, meg vannak olyan érdekes ízek, majdnem mind marhából készült. Na, mondom, fantasztikus dolog, hogy ugyanazt a marha pörköltet hányféleképpen lehet megcsinálni, és talán egyes településekre ezzel jellemző is. Nagyon érdekesek a halételek például. Itt Baks, meg többen jöttek a ópusztaszertán, süllővel, meg stb. Tényleg rá kell nézni, a legszebb étterembe is nem tudnának ennél különbet felszolgálni, és tényleg különböző, abszolút különböző ízek. Például az egyik talán kakaspörkölt. Nagyon érdekes, hogy az egyik helyen inkább ilyen lecsósabb, számunkra például nem jellemző módon, a másik meg a klasszikus, amit felénk is szokták csinálni a kakaspörköltet. Tehát egy nagy tanulság, és milyen jó, hogy itt lakunk egymás mellett, egymáshoz közel, és mégis a gasztronómiai kultúráink mennyire mások. Drága Lajos! Normálisak vagyunk! Lajos! Normálisak Maradó, 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 ma
Idén, 2015-ben Tömörkény vitte el a kupát.